van olyan dolog, amire vágysz, és egyébként nem tudod megvenni? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ennyire mélyreásunk Norbival, sőt még a föld alá is belesünk, de egyelőre nézzük őt, ahogy átszellemülten dobol. Guess it would be nice if I could touch your body. Visszatérve az első kérdésre, elég körbe fürkészni a Schobert család garázsában, láthatóan szinte bármit megengedhetnek maguknak. Meddig van nálad egy autó? Egy évet. Szokott általában egy évet. Aha. Megunod? Meg. Egy év alatt nem kapok akkora értékvesztést. Nagyon jó áron veszem őket, kapok egy komoly kedvezményt, és nagyjából kisbukóval tudok egy év alatt kiszállni belőle. Mégis inkább egy 40 éves ladával utazunk, amit Rékától kapott Norbi a 10. házassági évfordulójukra. Utalva arra, hogy egy hasonló járgány volt Norbi első négykerekű. Így indul egy 46 éves zsiguli gyereke. Így indul, nézzétek? Ezt sosem fogja tudni egy japán szar. Ennyi. Détot, Krista? Détot, Krista. Akkor megállom a garást, jó? Hogyha nem a Lara kocsijával megyünk. Semmi közöm hozzá. Baby! Közös kocsikázásunk apropója az, hogy nosztalgiázzunk Norbi idén 30 éves karrierjéről. Nehezen indul az időutazás. Pár napja azzal volt tele a bulvár, hogy a 17 éves Lara vadi új autót vett saját pénzéből. Norbitól tudjuk, hogy a gyerekek nem kapnak zseppénzt. Lara az Instagramos bevételéből spórolta össze a kocsira valót. Mi most az átlagos havi kereset? 200 000 forint mondjuk? Annak a dupáját megkeresik. Visszafelé haladva az időben, Norbi évelején botrányos nyilatkozatot tett a kismamákról, minek következtében eltűntek az élőzések Norbi Facebook oldaláról. Hogy ha meggondoltam dolgokat mondva? Nem, én azt láttam be, hogy nem szabad az embernek még jó szándékból sem őszintének lennie. Érdekelt, hol az a határ, mely alá, ha csökkenne Norbi vagyona, már nem érezné magát biztonságba. Hát egy ilyen vállalkozói szinten, mint nem, ilyen nagyobb vállalkozói szinten szerintem azért kell az embernek ahhoz egy 100 milliós nagyságrendben cashnek lenni, hogy tudja kezdeni mást az életedben. Tehát így mondom. Tehát hogyha nincsen annyi, akkor lehet egy veszélyezet, mert utána nehéz kezdeni egy másik vállalkozást. Utunk feléhez érkeztünk. Azért hoztalak ide, mert... Vesém miatt. Mert itt van egy szuper forrás. Egy nagyon jó kis forrás. Ide járok már, hogy 20 éve. Mivel nem hoztunk magunkkal se kulacsot, és nem hoztunk se poharat, úgyhogy most ebből inni egy kis akrobatikus mutatvány lesz. Nem kéne a gatyás sem összesározni, akkor áldozunk be egy maszkot, jó? Ennyi. És innentől kezdve már adott. Mit kell éreznem? A hegynek az erejét, a tiszta vizet, az ős energiát kell, hogy érezzed. Érzem. Beforrás vizezve, hudakoltam, Norbi milyen udvallókat enged közeledni Larához? Semmi elvárásom nincsen, legyen egy normális, becsületes, kemény készfogású, tiszta tekintetű, jól tanuló, sportos fiatalember. Tehát elkölcsi értékei legyenek inkább. Semmilyen szinten nem érdekel az, hogy ki a családja, nem érdekel az, hogy milyen anyagi háttere van, mert mi se onnan jöttünk, ahonnan ezt osztogatják. Szóval volt olyan csávó, akit konkrétan kidobtam. De, ezt, igen, de azt azért dobtam ki, mert egy igazi jellemtelen senki házi volt. Tehát egy... Miből? Tekintetből. Ahogy rád néz, ahogy egy döglődjik készfogása van, ahogy ocsmányul beszél a lányoddal. Tehát tudod, önmagában már úgy beszél. Arrogáns voltál? Hát nem voltam arrogáns, hanem menekülnie kellett kifele, tehát hál' Istennek meg volt a korbeli fizikai fölényem, hogy most nem kell betolni, mint 17 évestől, hiába sportoló. Érted? Tehát muszáj volt kidobnom. Tehát ott volt egy nagy ilyen... Nagy akkor összeeztél a lányoddal? A lányom sírt, persze. Ahogy Norbinak vannak elvárásai lánya választottjával szemben, ugyanak idején neki sem volt könnyű elfogadtatni anyukájával Rékát. Akkor látta, hogy komoly lesz, akkor elkezdte fúrni. Tényleg? Persze. Nekem, mint főiskolát végzett diplomás rendőrtisztnek, aki jogra jár, jogra is jártam, mellém valami orvoslánya való, mondjuk, a rózsadomról, tudod?
Én meg nem így gondolkodtam. Én úgy gondolkodtam, hogy sok orvosnak van sok lánya, de Rubin Tréka csak egy van az országban, és nekem ő volt az. Visszafelé vezető úton szóba került, hogy Norbinak nincsenek káros szenvedélyei. Max minden este egy pohár viszki és egy 100 szivar, melyekkel Rékát is kínálja. Történelmi pillanatok ezek. Figyelj, azért kevés pali mondhatja el magáról a világon, vagy Magyarországon, hogy egy szál bugyiba Rubin Tréka rámászik a garnitúrába, és elveszi a szivaját, és beleszív, behúnya a szemét, és ákoltja egy viszkit. Nem mondta, hogy ez nem állat. De... az erősebb, te vagy ő? Hát azért én, hál' Istennek, azért még mindig én nyomok fekveszázzal, nem ő. De ha szoktam csikizni, akkor szoktunk verekedni, és akkor meg tudom lenyomni az ágyon, tudod lefeszteni a karját, azért komoly test még kell hozzá. Meg tudom oldani. De nem kell segítség, igen. 30 évvel ezelőtt Norbi egy idehaza úttörőnek számító vállalkozásba fogott. Ma már minden második influencer életmód tanácsokkal látja el a követőit. Mit szól a veterán a konkurenciákhoz? Hát szerintem belőlem nincsen még egy példány, hál' Istennek. Nagyon sok influencer posztol az egészségről. Nagyjából 90%-a hülyeséget posztol, tehát amit így szakmailag látok, de én nem szoktam beszólni, nem teszem közzé, és nem írok be neki, tehát ez egy dolog. Újra a kiinduló pontnál. Norbi még lóg nekünk egy válasszal. Mi az, amit nem tudna megvásárolni? Idő. Időutazás. Arra vágyom nagyon, hogy visszamenjek azokkal találkozni, akik meghaltak, akiket nagyon szerettem. Még a nevelőapámmal legalább egy 10 percet töltsek együtt. Nincs az összeg, amit ne fizetnék ki érte. Tehát szerintem ami tárgyi dolg, azt meg tudjuk venni, meg tudunk érte dolgozni, de időt nem tudsz venni, sajnos.